A mindennapokban megélhető multikulturalitás célját vállalta fel 2 évvel ezelőtt a Muszáj-Muszáj mozgalom, és azóta küzd Kolozsvár többnyelvű helység névtábláinak kihelyezéséért. Mellettük a Minority Rights Egyesület indított pert ezügyben, és politikusok lobbiztak a megvalósításért. Emil Bock polgármester a múlt pénteken hozta nyilvánosságra, hogy nem fellebbezi meg a kolozsvári törvényszék alapfokú döntését a táblák kihelyezéséről. A Muszáj-Muszáj ezt követően tartott sajtótájékoztatót hétfőn délben. A Muszáj-Muszáj képviselői Szakács István és Betlendi András összegezték a mozgalom elmúlt 2 évi tevékenységét, és köszönetet mondtak mindazoknak, akik kiálltak a többnyelvű helységnévtáblák ügye mellett. Üdvözölték a polgármester döntését, amelyről viszont elmondták, hogy évekkel ezelőtt pereket mellőzve is megtörténhetett volna. Köszönetet mondtak Kolozsvár polgárainak, mindazoknak, akik a közösségi oldalakon és aláírásaikkal meg anyagilag támogatták a kezdeményezést. Hasonlóan a Felperes Minority Rights Egyesületnek és azoknak a külföldi civil szervezeteknek, amelyek szintén felvállalták küzdelmüket, valamint a politikusoknak, akik a maguk részéről a többnyelvű táblák kihelyezését sürgették. Külön kiemelték a román ajkú lakosság támogatását, és méltányolták a sajtó objektivitását akcióik alkalmával. A Muszáj-Muszáj 2 év alatt a Rosia Montana mozgalom mellett Kolozsvár legjelentékenyebb civil kezdeményezésévé nőtte ki magát. 2 év alatt 306 posztunk volt, ami átlagosan 2,5 nap alatt 1 posztot jelent. 13.788 lájkja van jelen pillanatban az oldalnak, és 3,7 millió reach-e. 3,7 millió emberhez jutott el. Ami a Muszáj-Muszáj finanszírozását illeti, örömmel tudatjuk, hogy a Muszáj-Muszáj legnagyobb finanszírozója maga a Városháza volt, a Common Cluj projekten keresztül 4000 lejt kaptunk. Rögtön ezután a legnagyobb magánadomány 250 eurónyi volt, mint egy 1000 lej. Általában ilyen 50-60 lejeket adtak az emberek. Emellett a Muszáj-Muszáj mozgalom több mesteri és államvizsga dolgozatnak a témája lett végül, és örömmel tudatjuk, hogy a több ízben külföldön is képviseltük a Muszáj-Muszáj ügyét, Budapesten is, de a Genfi kisebbségügyi konferencián is, és a Minority Rights Group International-lel közreműködésben is. A Muszáj-Muszáj tagjai kifejtették, hogy lezárult ugyan egy fejezet a tevékenységükben, azonban akcióikat folytatni fogják, és legközelebb a kolozsvári vasútállomás épületére elhelyezendő tábla ügyével, valamint a házsongárdi temető többnyelvű megjelölésével foglalkoznak. A vasútállomás épületéről az ő kezdeményezésükre távolították el az emléktáblát, amely kizárólag a román nemzetiségű állomásfőnökök névsorát tartalmazta. A Muszáj-Muszáj azt indítványozza, hogy a magyar állomásvezetők nevei is megjelenjenek. Ezen kívül a csoportosulás külföldi kiállításokat tervez a Muszáj-Muszáj történetének és akcióinak bemutatására. A Minority Rights Egyesület képviselői, Szőcs Izabella jogtanácsos és Szőcs Sándor ügyvéd összefoglalták az elmúlt 3 évre visszatekintő perek folyamatát, sikereiket és kudarcaikat, amelyek viszont meghozták a rég várt eredményt. Az ügyvéd hangsúlyozta, amit egyébként újságírói kérdésre válaszolva a Muszáj-Muszájosok is, hogy a siker a párhuzamos és egymást kiegészítő munka eredménye. Nem sajátíthatja ki magának sem politikum, sem civil szféra, sem Felperes. A Muszáj-Muszáj számít Emil Bock polgármester jelenlétére a kolozsvári Magyar Napokon és a jövő évi március 15-i ünnepségen. Annak jegyében pedig, amit eddig is vallottak, hogy a humor a mozgalom legkiválóbb fegyvere, emléktábla elhelyezését tervezik az Insomnia Kávéház egyik asztala fölé, amellyel 5 nyelven, elsőként latinul hirdetik a Muszáj-Muszáj megalakulásának helyszínét és időpontját. Mindenki meglepetésére Emil Bock polgármester úgy döntött, hogy a 3 nyelvű helységnévtábla mellé, hát tulajdonképpen fölé latin nyelvű szöveget is kihelyeztet a város határaira, amellyel a település római kori múltjára emlékeztet. Szabó T. Csaba újságíró, történész a Szabadságnapi Lapban megjelent cikkében a latin szöveg történelmi helyességét vitatja, és a lakosság latin felirathoz való viszonyulását elemzi. Erről kérdezem én is a továbbiakban a cikk szerzőjét, akit a stúdióban köszöntök, szervusz! Szervusz!
Na hát akkor egy kicsit mi is vitassuk meg itt adásban, illetve azok számára, nézők számára, akinek nem jár a szabadság, vagy nem olvassa, vagy nem ismeri konkrétan a cikkedet, én azért egy picit idéznék belőle, jó? Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, hogy onnan induljunk ki, hogy miért okozott meglepetést a lakosság számára. Tehát Kolozsvár köztudottan római városi múlttal is rendelkezik. Ezt már Szamosközi István idején is tudták, közel fél évezreddel előttünk. A mai kolozsváriak számára ez akkor vált egyértelművé és a hétköznapok részévé, amikor 1974-ben, hát a Kárpátok géniusza, ugye Ceausescu úgy döntött, hogy a román Cluj neve mellé a kétes származású dák település nevet, a napokát is odailleszti. Na, innen induljunk ki. Tehát 74-ben, ezelőtt 42 évvel került a napoka szócska a Cluj mellé. Igen, valójában, amint említettem a cikkben is, tehát Szamosközi István történetíró, az Erdély első epigráfusa volt az, aki felvetette, hogy Kolozsvár, a mai Kolozsvár területén valószínűleg egy római város is létezett, ennek a római városnak pedig a neve napoka lehetett. Az ő ötletét sajnos évszázadokon keresztül elfelejtették, illetve a történetírás nem vette komolyan az ő felvetését, egészen a 19. századig, amikor Theodor Mommsen és Torma Károly, illetve további más neves epigráfusok tudományos módszerrel bebizonyították, hogy valóban a mai Kolozsvár területén egy napoka nevű település volt. A későbbi kutatás aztán ugye kiderítette, hogy a napoka név, a napoka etimológiája az egy dák eredetű szó, tehát az nem egy latin, nem egy ugye római szó, hanem valószínűleg a helybeli lakosságnak, a rómaiak előtti kultúrának lehetett egy, vagy egy törzsi neve, vagy a régiónak az elnevezése. Sajnos ezt nem sikerült még azonosítani a régészetnek a 20. század folyamán sem, tehát mai napig nem tudjuk, hogy hol állhatott az a dák napoka, amelyet ugye Ptolemaiosz és más szerzők ugyan említenek, és azt feltételezzük, hogy valahol Kolozsvár... Ez csak feltételezés. Ezt ugye irodalmi forrásokból és néhány kétes eredetű régészeti felfedezésből... De nagyon ügyesen lecsapott rá ugyebár a Kárpátok géniusz annak idején, és büszkén oda vigyeztette. Így van, tehát az ő... 70-es évbeli román historiográfiának ez egy jellemzője volt, hogy a kontinuitást ugye a bizonyítani kell, és ez egy nagyon jó alkalom volt erre. Na, és akkor hol tartunk? Most ugye a tudomány bebizonyította, Érthetően, hogy igen. Igen, tehát hogy 74-ben valójában annyit tudtunk, hogy napoka az egy dák településnév, illetve hogy Hadrianus császár ezt a dákok és rómaiak által lakott falusias jellegű települést városi rangra emeli valamikor Krisztus után 124 körül, tehát 117. Tehát Hadrianus nem megalapította, így hanem van. Tulajdonképpen városi rangra emelte. Így van. Ez a római jogban ez két különböző kategória. Voltak városok, mint például a mai Várhely, Szármiszegetúza, amelyet Trajanus császár megalapít. Ez egy nagyon érdekes vallásos rituálé szertartás körében történt, egy teljesen szűz területen újra fölépített város, mint Brazília város például ugye a 60-as években. Nos, a mai Kolozsvár területe alatt fekvő római város az nem egy ilyen semmiből létrehozott római város, hanem egy falusias településként induló és később ugye városi rangot kapott település lesz. Most az Emil Bock által kihelyeztetett latin szöveg sajnos hibás, mivel hogy a kondere, konditum. Na jó, ezt én itt nem értettem. Itt nagyon szépen leírod, lássuk, hol is van, de mondjad, igen. Tehát azt mondod, hogy ajánlatosabb lett volna municipium aelium napoca, vagy municipium aleium Hadrianum, napocensium. Na, ez már túl bonyolult. De szerintem úgyse érti senki, és úgyse tudja senki, csak a szakavatott szakemberek. Való igaz, tehát, hogy maga a tábla az alig, ha az átlag turistának szól ott, és kevés ember fogja megérteni, amikor ugye a kocsi elhalad a tábla mellett. Igen. De gondolunk el arra, hogy Kolozsvár azért egy tudományos, kulturális, egyetemi központ. Tehát és néha ha ott szerepel valami, akkor a szerepeljen helyesen, így van, ugye már. Így van. És sajnos az a felirat az egyelő, tehát az egy kétes nyelvtanilag is, nem feltétlenül helyes, hiszen a napocense az elsősorban a helyi közösség városára utal. Igen. Helyesebb lett volna a napoka, tehát a municipium aelium napoka. Vagy ugye a hosszabb változat, amelyet a cikkben említek, amely ugyan kicsit körülményes, de nyelvtanilag helyes, és más római városokban ezt használják. Na, akkor eljutottunk odáig, hogy megjelent a latin felirat, ugyebár, ami hibás, legalábbis az akadémikusok szemét sérti, és hát illik egy ekkora városnak helyesen kiírni a nevét, még latinul is. Jó,
Miért zavarhat minket, románokat, magyarokat? Mert most már kiderült, hogy akkor közös múltunk része, tehát bennünket sem kellene zavarni az, hogy latinul megjelenik, illetve a románokat sem kellene zavarja. Valóban egy kolozsvár büszke kellene legyen úgy a magyar, mint a román lakosság arra, hogy van egy római múltja, hisz egy római örökség minket összeköt Angliával, Szíriával, Marokkóval, Németországgal, egy olyan birodalomnak a hagyatéka van a mindennapjaink által járt föld alatt, amelyre úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk. Most a sajnos a történetírás és a historiográfia, a román ásatások, a 70-es évek botrányai, a funári korszak, az főleg a magyar nagyközönségben egy olyan sebet hagyott, amely automatikus módon, így van, tehát, hogy nyilván érzékenyebben reagálnak, akár egy ásatásra a város főterén, akár ha római múltról van szó, sajnos... Már azonnal összeköti a dák kontinuitás elmélettel, ugyebár. Így van, és úgy gondolom, hogy ezen túl kellene lépni úgy a magyar, mint a román nagyközönségnek, mert hogy lehetne ebből egy akár turisztikai potenciált is faragni, hogy Kolozsvár római város volt, és vannak római-romjai emlékei. Sokkal többet kell beszélgessünk ilyen ügyes történészekkel, hogy értsék meg az emberek, hogy miről van szó. Na, nyugaton gyakorlat, megszokott gyakorlat, mert erre is utalsz a cikkedben, hogy megszokott gyakorlat, hogy a települések hasonló feliratokat helyeznek ki. Igen, mármint latin nyelvű feliratot, igen. És akkor ott azért senki nem háborodik fel. Természetesen, hogy a osztrák, német településeken, vagy a Franciaországban nagyon gyakori, hogy olyan városok, mint például Carnuntum, Ausztriában, ugye még több százezer turistát vonz évente, büszkén hirdeti római múltját. Vagy most közelebbi példát említ, csak ott van ugye Szavária, Szombathely, ahol ugyancsak óriási hangsúllyal jelen van a város minden pontján a római feliratok, illetve a város neve. Tehát sikerült beépíteni úgy a mai város arculatába, a városképbe és egyáltalán a közgondolkodásba azt, hogy Szombathely vagy akár Óbuda, Budapesten is egyre inkább egy pozitív példaként említhető, hogy ezek bizony büszkék arra, hogy ott a rómaiak voltak, ott egy kicsi mini Róma kialakult. Hát szerintem ez követendő példa lehet Kolozsvár számára is. Uh-huh. Annyi sérelmünk van mindenféle szinten, hogy te történészként hogyan látod, hogy lehetne egy kicsit helyrehozni a dolgokat? Szerintem az első... Tehát, hogy tudjunk örülni ennek, és ne. Igen. Mondom, az első lépés az, amit ugye mi most itt művelünk, tehát gyakorlatilag a nagy közönséget tájékoztatni, akár beszélgetések, workshopok, kis könyvecskék, tehát ismeretterjesztés útján enyhíteni azokat a mondhatni ideológiai sebeket, amelyek sajnos a helyi lakosságon nagyon jelenben élnek. Tehát a tudományos ismeretterjesztés, amelyet manapság a régészek is, történészek is kicsit elhanyagoltak, szerintem az vissza kell hozni a gyakorlatba is. Hát a modern média eszközökkel, legyen az televízió vagy Facebook, ez sikerre lehet vinni. Beszéljünk minél többet erről. Úgy legyen. A cikked kapcsán vitatkozott-e veled valaki? Egyelőre nem kaptam semmilyen visszajelzést. Bizonyos internetes portálokon természetesen mindig akad néhány lelkes hozzászóló, főleg románok körében, akik hát természetesen még kötődnek a kontinuitás elméletéhez. Én úgy gondolom, hogy ezeket figyelembe kell venni, de nem kell különösebb hangsúlyt fektetni erre. Fontosnak tartod, de esetleg ez úgy most jutott eszembe román nyelvre lefordítani a cikket. Szerintem nagyon hasznos lenne. Dolgozik most két kollega, akiknek van egy internetes portáljuk, ugye a román nyelvű portál, ami román nagyközönségnek szól, tehát ők majd segítenek nekem a fordításban is. Valóban ez, fontos lenne, hogy ezt egy nagyobb közönség is megismerje, mert talán segítünk ezáltal is a két tábor közötti párbeszédben. Szabó Csaba, nagyon izgalmas volt számomra ez a beszélgetés. Remélem, hogy még lesz hasonló témában alkalmunk erről beszélgetni. Köszönöm én szépen, köszönöm hogy itt szépen. Voltál.